A jövő hónapban a gázai övezetbe látogat a török kormányfő. Erről állapodott meg telefonon Recep Tayyip Erdoğan és Khaled Meshaal, a Hamas-Palesztin terrorszervezet vezetője. Erdoğan nem sokkal korábban elfogadta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök bocsánatkérését a 3 évvel ezelőtti gázai flotilla incidensért, és beleegyezett a török-izraeli kapcsolatok normalizálásába. Közben Washingtonban bejelentették, az Egyesült Államok jóváhagyott félmilliárd dollár értékű segélyt a súlyos válságba került palesztin gazdaság számára. A sziklából kifaragott, világhírű ókori jordániai város Petra romjainál zártak közel-keleti körútját az amerikai elnök. Barack Obama útjának talán legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült rávennie az izraeli kormányfőt, kérjen bocsánatot Törökországtól a 3 évvel ezelőtti flotilla incidensért. Sajtóértesülések szerint Benjamin Netanyahu közvetlenül Obama távozása előtt beszélt telefonon a Ben Gurion repülőtéren, az elnök jelenlétében, török kollégájával, Recep Tayyip Erdoğannal, akitől bocsánatot kért minden hibáért, amely emberéletek elvesztéséhez vezethetett. Szakértők szerint Netanyahu így próbált megenyhíteni Izrael térségbeli elszigeteltségén, különösen annak tükrében, hogy Szíriában egyre intenzívebben zajlik a polgárháború, Irán pedig egyre közelebb kerül az atombomba előállításához. Az Izraellel szembeni kemény fellépéséről ismert török külügyminiszter szerint Jeruzsálem Törökország minden követelését teljesítette, ezért elfogadták a bocsánatkérést, és beleegyeztek a két korábbi szövetséges kapcsolatainak normalizálásába. Amit követeltünk, bocsánatkérést, kártérítést és a gázai embargó visszavonását, mindent megkaptunk, jelentette ki Davutoglu. A török sajtó és közvélemény egyértelmű győzelemként értékelte Netanyahu bocsánatkérését. A Avigdor Lieberman volt izraeli külügyminiszter szerint viszont súlyos hiba volt a bocsánatkérés, mert az izraeli hadsereg kommandósai magukat védték a terroristákkal szemben. 2010 májusában egy 6 hajóból álló török flotilla megkísérelte áttörni a gázai övezet köré vont izraeli-egyiptomi tengeri blokkádot az izraeli hatóságok többszöri felszólítása ellenére. Az izraeli kommandósok ekkor ereszkedtek le a hajókra, ahol az aktivisták vasdorongokkal támadtak rájuk. A kommandósok elővették fegyvereiket, és 9 utast megöltek. Erdoğan, miután Netanyahuval beszélt, azonnal felhívta telefonon a Gázát uraló Hamas-Palesztin terrorszervezet vezetőjét is. Khaled Meshaal szerint a török kormányfő ígéretet tett arra, hogy áprilisban ellátogat az övezetbe. A flotillát szervező aktivisták pedig fogadkoztak, addig folytatják harcukat, amíg véget nem ér Izrael és Egyiptom gázai tengeri blokkádja.